nem bírt állni. Ez ilyen, tehát hiába a kártérítés az, az egy nagyon fontos történet, tehát ott sorba állnak, igen, kicsit előrébb jutott a sor. Szépen alakul ez. Igen. Igen, szépen alakulnak a dolgok. Igen, hát akinek van esernyője, annak könnyen bátran áll a napon. Igen, biztos, hogy van egyébként. Biztos, hogy van egyébként a Budapest Bankban még ilyen reklám esernyő, szerintem küldhetnének ki, hogy a nap ellen legyen. Igen, életjáradékot a deviza árváknak. Nyomta ide a kezembe egy járókelő ezt a papírt. Igen, abszolút egyetértek ezzel. Tehát azok, akik a devizahitel miatt lettek öngyilkosak, az ő családtagjaiknak bizony életjáradék kell. Ebben az országban annyian kapnak már járadékot, azért, mert valaha történt egy vélt vagy valós sérelem, ezt most ne bontszolgassuk, mert nem ennek a demonstrációnak a témája, de hogyha ők kaphattak járadékot, akkor a devizás árvák miért ne kapnának? És itt lenne az ideje, nem tudom, hogy ezt veszük-e, igen, veszi a kamera, hogy azok, akik elárvultak, ahol a családban valaki eldobta az életét, vagy meghalt egy betegségben, balesetben a devizahitele miatt, azok jöjjenek végre, iratkozzanak fel, és legyenek itt velünk, mert ezért ki fogunk állni. Ezt eddig nem is használtuk, életjáradékot a devizás, devizahiteles árvákra, és özvegyeknek is, természetesen nem csak az árváknak, hanem az özvegyeknek is. Deviza holokauszt. Ez lesz a következő történet. Devizás holokauszt. Ez a devizás holokauszt, így van. No, hát valaki előre ment, de hogy van ez? Hát tessék kiállni az igazukért. Hát tessék kiállni az igazukért. Itt micsoda történet, ez nem tudok mit csinálni, én itt kívül demonstrálok. De hát a mindeni. A mindeni. Hát ha valaki sorba áll, az sorba áll. Jó Isten, áldja meg! Tessék szépen kiállni az igazukért, én is kiállok, ültem is értem át, kell háromszor. Nem kétszer, tutyiba egyszer nem mertek betenni, hanem megvárták, amíg kijön az, hogy mégse kell engem leültetni. De ott is kipróbáltam a budit, hát azt mondom, hogy sokkal jobb budi van az előállítóban Szigetszent Miklóson, mint az ügyfélváróban. Ugye tessék szépen kiállni az igazuk, most legfeljebb azt történik önökkel is, hogy elviszik önöket, de ne csináljunk már ebből rendszert. Aki ott áll már lassan, sőt több mint másfél órája, az nehogy már innen. No? Hogy lesz ez? Egész közel így van. Tehát ha valaki sorban áll, az sorban áll. Ha hogy lesz így ebből? Kártérítés, vagy szárlanyítás, vagy bármi egyéb? Micsoda történet. Majd mindjárt jön megint egy villamos, lehet, hogy egyre nagyobb sor lesz a Budapest Banknál. Igen, a hölgy az úgy látom megunta. Rosszul van a napon a hölgy, rosszul van a napon a hölgy, és közben három másik embert meg beengedtek. Mondja el kérem, hogy hogy élte ezt meg, hogy három másik ember bement ön előtt, ön meg rosszul van. Hát mert baszatolnak. Leesett a kérítés. Hát csak az is muszáj vagyok ide enni. Jó, hát adunk a hölgynek enni, mert éljenek vagyunk. Üljön ide le, részesítsétek első segélyben. De természetesen majd ki fogjuk vívni, a sorba be kell állni mindenkinek. Milyen dolog ez, hogy valakit előre engedünk? És hogyha valakinek a kalapos úrnak elfogy a kártérítés, mert mások előbb kapják meg, nagyon ideges lesz szám, az biztos. A minden itt neki. Jó? Tehát nem tudom, hogy a villamossal érkeztek-e újabb, én ott látok nagy tömegeket, akik jönnek a bankhoz. Ön is a bankban vár, ide a Budapest Bankban. Hát de álljon be a sorba, mert a végén még nem ült be. Sietni kell, mert baszatolnak, sokat baszatolnak. Álljon be a sorba. Baszatolások mennek, tudja. Hát látok itt tömegeket, akik jönnek a villamossal. Na mi lesz itt? Hogy vajon ki az, aki a Budapest Bankban vár? Látom, hogy vannak többen is. Nagyon szúros tekintetekkel nézik a sor. Igen, a busz is most állt a Béketérre, egy tömött busz áll be a buszmegállóba. Lehet, hogy látták, hallották a híreket, mert ugye a Hír TV-ben is ott voltunk, az ATV-n is ott voltunk, és jönnek a Budapest Bankba a lóvéért.
Az ATV-n úgy van, hogy pokolgéppel érkeztek a devizások, tüntettek a robbantott bombrán, pokolgéppel! Igen, pokolgép együttes egyik számával és szövegével, így is igaz a dolog, meg ezzel a ne legyen szükség újabb robbantásra, de nem baj ez. Hoppá, kisebb fajta vita alakul ki a bombnál. Eltelt már. Nincs most csak ott, köszönöm.